Ez a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntök mindenkit október 6-án, amikor az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc véres megtorlásának 172. évfordulójára emlékezünk. Ebből az alkalomból történelmi konferenciát tartottak Aradon a Tábornokok útja címmel. A rendezvényen kiállítottak néhányat az 1848-49-es Erekje Múzeum relikviái közül. A gazdag gyűjtemény jelenleg nem látogatható állandó tárlat formájában, következő bejátszásunkban azonban megtekinthetünk néhány erekjét, és a múzeum történetéről is többet megtudhatunk. Meg volt a görgei hadászati céljai. Az Arad megyei múzeum és az Aradi Kölcsei Egyesület szervezésében történészek, kutatók tartottak előadást az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helytörténeti emlékeiről. Ismertették a forradalom végkimenetelét jelentő aradi eseményekhez vezető körülményeket, és végigkövették a vértanúk utóéletét is. Sajnos ők ugye a halál után sem nyugodtak békében, hiszen ugye a kivégzés után is volt kit, eladtak, volt ki, ott maradt a bitó, tövében, és majd az 1912-es ásatások, vagy a 32-es árvíz mosta ki ugye a csontjait. Másokat voltak ki, tehát feldarabolva vittek ki onnan, vagy loptak ki a várból akkor a kivégzés után, és hát utána sem nyugodtak. A csontjaik egy időben itt a kultúrpalotában, egy részüknek a csontja itt a kultúrpalotában volt, majd 1974-ben ugye a úgymond vesztőhelyi obelisznek az alapjából ugye behelyezték őket. Tehát volt sajnos útjuk haláluk után is, ezért választottuk ezt a címet. Ehhez az úthoz pedig hozzátartozik a vértanúk emlékének megőrzése is, hangsúlyozták a konferencia szervezői, akik ennek jegyében kiállítást rendeztek be az 1848-49-es Erekje Múzeum gyűjteményéből. A kultúrpalota előcsarnokában felállított vitrinekben helyet kaptak Klapka György, Vécsei Károly és Görgei Artúr személyes erekjéi is. Valamint van egy vitrinünk azokról a tárgyakról, amik a vértanúknak a halálához köthetőek. A 9 bitófa darab, Vécseinek a kereszt és a zsebkendője, amit az akasztás pillanatában a kezében fogott, valamint az 1912-13-as ásatásoknak a következtében előkerült Lázár és Weidel cipőtalpainak egyike egy díszdobozban. Valamint, ha már az érdekességekről beszélünk, akkor itt megtekinthető Salacnak az Attilája, ugye Salac még az 1848-as forradalomban részt vett, valamint egy ezüst vállöv, amit ugye a dobosok használtak, akik vezették ezeket a csapatokat. Az emléktárgyakat az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc relikviáinak gyűjteményében őrzik Aradon, ahol 1893-ban nyitották meg a vidék leggazdagabb Erekje Múzeumát. A vesztőhelyi emlékoszlop és a szabadságszobor felállításán kívül a helyi magyarság így kívánt tisztelegni az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtábornok emléke előtt. Az Erekje Múzeum létrehozását az 1881-ben megalakult Kölcsei Egyesület vállalta fel. Az 1888-ban meghirdetett gyűjtésre hatalmas méretű adományozás indult el. A következő évtől olyan sűrűn érkeztek az adományok, hogy külön személyt kellett kinevezni arra, hogy ezeket leltározza és raktározza. És 1893. március 15-én fenn az akkori színháznak a második emeletén kaptak a várostól 8 termet, és ezt a 8 termet megtörtötték az addig összegyűjtött erekjékkel. A páratlan értékű gyűjtemény hamar kinőtte első otthonát, így átkerült az 1913-ban megnyílt kultúrpalota épületébe. A kiállítás túlélte Trianont, és látogatható volt a két világháború között is, egészen 1974-ig, amikor Ceausescu utasítására száműzték a raktár mélyére. Ott porosodott csak nem fél évszázadon át, míg nem a szegedi Móra Ferenc Múzeum és a budapesti Hadtörténeti Múzeum
munkatársaival közösen uniós támogatásból katalogizálták és restaurálták az emléktárgyakat. 6 éve pedig a relikviák egy része visszakerült régi helyére, az Aradi Kultúrpalotába, ahol egyébként több mint 17 ezer tárgyi emléket és dokumentumot őriznek az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc relikviáinak gyűjteményében. A kollekció egy része 2015 óta állandó kiállításon szerepel az Arad megyei múzeumban, jelenleg viszont a felújítási munkálatok miatt nem látogatható. Júniusban azonban megnyitották Vécsei Károly emlékszobáját, amelynek részeként megtekinthető a mártírtábornok kripta előlapja is. A sírfelirattal egy újabb 1848-49-es erekje került vissza a nagy közönség elé, hiszen ennek a hollétéről évtizedekig nem is tudtak. Az 1849-es mártírtábornok emlékszobája az Arad megyei múzeumban látogatható. A Kolozsvári Magyar Opera Társulatának új bemutatójára látogathat el holnap a nagy érdemű, mégpedig a Don Pasquale című végoperára. Mit nyújthat az előadás a nézőknek, és mit nyújtott maga a darab és a próba folyamat az alkotóknak? De egyáltalán milyen élményt adhat maga az opera, mint műfaj? Ma este a Mozaik beszélgető társai, Béres László, a Don Pasquale végopera rendezője, és a címszereplőt alakító operaénekes Szilágyi János, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönjük a nézőket, köszönjük a meghívást. És hát holnap este tehát 19:30-tól kerül sor a bemutatóra. Elsőként téged kérdeznélek, László, hogy miért pont a Don Pasquale darabot választottad? Hát ehhez tudni kell, hogy én prózai színházi rendező vagyok. Én a Bukarestben a Zunatecsen végeztem, tehát a Román Színház és Filmészeti Egyetemen végeztem a rendezőit, hát még nagyon rég, és ez az első opera rendezésem. Így valamikor Szép Gyula igazgató úrral, ezzel vagy 3 évvel beszélgettünk arról, hogy talán jó lenne, miközben ugye itt az operában én az operának a művészeti tanácsadója vagyok, és gyakorlatilag rendezői feladatokat látok el. Sok más eladást, musicalt, operettet, vagy akár éppen szilveszteri kabarét rendeztem, hogy talán jó lenne, hogyha az első opera rendezésem az inkább egy olyan színházhoz közel álló választás lenne, és tulajdonképpen így került először szóba a Don Pasquale. Nyilván aztán ebbe a 3 évben még beleestek a karanténes kiesések, kihagyások, úgyhogy így került sor most erre a bemutatóra. És egyébként neked, mint opera, így hogy főként prózai előadásokat rendeztél, mit nyújtott, vagy miben más azon túl, hogy nagyon sok mindenben, de hogy számodra rendezőként? Hát persze, hogy nagyon más, ugyanakkor azért, mivel hogy én nagyon sok táncszínházi előadást is rendeztem, és itt azért már közelít, hiszen mindkettőnél nagyon fontos, ugye, tehát, hogy zenére dolgozol. Vagy ha úgy tetszik, akkor kizárólagosan zenére dolgozol. És ebben az értelemben azért van egy nagy adag hasonlóság. Ugyanakkor én meg azt gondolom, hogy tehát minden színházi történés, vagy történet, tehát így az opera is elsősorban az emberi érzelmek kavalkádjára épül, tehát hogy ugyanúgy, tehát a szenvedés, a dű, a szerelem, a bánat, tehát ezek azok, amelyek meghatároznak minden egyes opera darabot. És itt nagyon közelít, tehát már is akkor otthoni pályán vagyok. Hogyha pedig megnézzük, hogy a Don Pasquale az ugye Donizetti egyik remek műve, és tulajdonképpen az Opera Buffa egyik utolsó nagy kiemelkedő alkotása, tehát az Opera Buffa ugye az olasz vérbő komédiázó operának a terméke. Így akkor ráadásul azt kell tudni az Opera Buffáról, hogy tulajdonképpen a színházi Commedia dell'arte-ból építkezik, tehát annak a hagyományára támaszkodik, és hát itt sokszor is szoktam mondani, hogy nagyon sok esetben, tehát egyrészt van holmi hasonlóság Don Pasquale, Pantalone, meg hát ugye ha úgy tetszik, akkor a Commedia dell'arte figurákból az Arlecchino vagy Truffaldinónak tulajdonképpen a mi esetünkben a Malatesta doktor felel meg, aki keveri a kártyákat, játékmester.
meg még több hasonlóság is van. Tehát úgyhogy azt mondhatnám egy szóval, hogy a Don Pascal azért számomra egy nagyon színházi darab, ezért is esett rá a választás. Nyilván sok szempontból más, hiszen az opera énekeseknek egyértelműen elsősorban, tehát a hangi kihívások a fontosabbak, a lényegesebbek, és csak miután ezekkel már megbirkóztak, csak is akkor lehet őket egyéb dolgokkal, itt most gyorsan mutatom, sanyargatni. Tehát, hogy de egyébként az viszont számomra egy nagyon kellemes helyzet volt ebben a próbafolyamatban, hogy mindannyian nagyon-nagyon nyitottak voltak, és valóban én azt gondolom, hogy sikerült egy színházi operát létrehoznunk, abban az értelemben, tehát hogy szerintem izgalmas alakítások, nagyon jó helyzetkihasználások vannak. Tehát, hogy nem csak a partitúra sima egyszerű leéneklése, hanem ennél sokkal több, sokkal látványosabb, dinamikusabb, tehát nagyon közel ahhoz, amit én az operáról gondolok. Nagyon izgalmasan hangzik, de akkor adjuk át a szót Jánosnak, mert hogy érdekel az is engem, minket, hogy hogyan találtad meg magad Don Pasquale-nak a szerepében, és egy picit mesélj erről a figuráról. Nem akarom, hogy így most a bemutató előtt akár így lelőd a csattanókat, de hogy mégis milyen ez a figura? Mi mozgatja? Hát, ugye, hát még próba folyamat elején Laci is feltette ezt a kérdést, hogy hogyan látom ugye ezt a karaktert, ezt a figurát. Akkor neki ezt mondtam, és még most is így látom egy kicsit, hogy ez az idősödő emberke, aki már nem az elsőnél, hanem a harmadik, negyedik kapuzárási pánikát éli, és kétségbe esetten próbál még egy utolsót dobni az életén, és őszintén hiszi azt, hogy még akár egy családot is össze tud hozni. Hát természetesen ez nem feltétlenül így fog történni, de hát ez előre sejthető, és egy nagyon szerethető, őszinte öregember, aki hát ugye beleesik ebbe a csapdába, amit nem feltétlenül nem érdemel meg, de így alakul körülötte a helyzet. És egyébként távolinak vagy közelinek érezted ezt a szerepet magadhoz? Nagyon közelének, én általában minden szerepet, amit kiosztanak rám, amit kapok, azt úgy nagyon meg tudok élni. Máskülönben nem is lehet igazából ezt csinálni, ezt a szakmát. De hát ez nyilván mindig az aktuális szerep a legkedvencebb. Most ez van, amit nagyon-nagyon közel érzek magamhoz, és nagyon-nagyon tudom dédelgetni, szerepgetni. Én azt mondom, hogy így beszélgetésünk folytatásaként nézzünk meg néhány fotót így a bemutató előtt, hogy hozzuk meg az emberek érdeklődését. És rögtön ez alatt azért kérdezem is, hogy László, rendezőként mire fordítottál nagy hangsúlyt az előadáson belül, és miért? Milyenre hangoltátok az előadást? Legyen szó itt a jelmez, a díszlet, az egész hangulat? Igazából nem tudom, hogy mennyire látszik most a díszlete a fotókon, de a díszlet tulajdonképpen egy gyorsan hozzá is teszem, hogy Székely László magyarországi nagyon neves díszlettervező, ő egyébként a napokban töltötte október 2-án a 90. életévét. Na, Isten éltesse érdemes őt. Művésze. Kétszeres Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, tehát ő valahol most az 570. díszleténél tart, és tehát az ő nevéhez kötődik, de igazából a vele való beszélgetésben tehát azt tisztáztuk le, hogy ez egy relatív nagyobb, tehát monumentális díszlet, de tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy egy üres tér, hiszen a nagy látványos falak mögött van egy pár könnyen mozdítható butorellem, egy asztalka, egy kisebb fotel, egy kanapé, és egy paraván. Itt a paraván az viszont egy lényeges eleme, hiszen ez már egy kicsit a Commedia dell'arte-nak is a kelléke, tehát az a gyorsan, könnyen fordítható, kifordítom, befordítom, kerülök, tehát ugye ez a kis helyzet komikumokhoz alapvető kellék, mint ahogy ebben van bőven, és a legvégén a csattanó is, ugye az, amikor Don Pasquale megpróbálja
rajta kapni a feleségét, hát itt most az ugrott a történet, ugrok a történetben, és nem is mondom végig az egészet, de hogy tehát egy ilyen rajtakapásos történetben is ezt használják. Na most ugye, tehát mindenképpen ez egy üres tér, és azért, mert hogy tulajdonképpen ezen keresztül a színészi játékot tudom előtérbe helyezni. Ugye itt akkor, és igyekeztünk, hogy legalábbis az eddigi kicsit klasszikusabb rendezésekhez képest, tehát hogy több dinamikát, több mozgást, több játékot belevinni. Tehát ugye ez egy vérbő olasz komédia. Tehát ez áram, ilyen, tehát így kellene, így pörög, tehát ennek ez az alap hangulata. És hát ugye ebben a Truvály amúgy az, hogy a Donizetti, azért ne felejtsük el a szerzőt, aki tehát azért a Belcantóinek és egyik mestere, és hát itt azért tehát egy olyan hangi Truvályt is rejtett el például, mint a Jáni, tehát a Don Pasquale és a Malatesta doktor kettőse, a Hadaró duett, ami egyrészt az operairodalom egyik gyöngyszeme, másrészt meg egy kőkemény próbatétel a szólistáknak. De az, ami részemről a cél volt, tulajdonképpen a kommunikáció módjának a megszerkesztése, hiszen itt visszatérek megint csak a Commedia dell'arte-ra, hogy ahogy ottan kiszólnak a szereplők időnként, tehát ezek a kis kiszólásos történetek, amikor a nézővel kommunikálnak, vagy kommentálják a társuk viselkedését, vagy pedig jelzik el, hogy na most ezt fogom tenni. Ugyanez létezik, tehát itt is az opera buffában. Uh-huh. És tulajdonképpen akkor ezt a fajta a hármas kommunikációnak a szétválasztását, hiszen az, amikor ketten egymással kommunikálnak a szereplők, az, amikor csak úgy kifele, tehát az érzelmeiről beszél, tehát mint az áriákban, tehát egy belső monológot megoszt, és van a harmadik, ez ugye a román úgy mondja, hogy aparteu, tehát ez a kiszólás, amikor direkt módon a nézővel közül, most ez a három megvan itt is, és ezeket szétválasztani, illetve a helyzetet ezt a fajta ritmusát, hiszen ez egy nagyon gyors ritmusváltást is feltételez. Tulajdonképpen ez volt számomra, és azt gondolom, hogy talán számukra is derül majd Jáni többet tud mesélni, hogy ebben az értelemben, tehát a rendezés szempontjából, hogy mi volt a számukra a legnagyobb nehézség. Nekem ez volt a kihívás, hogy ezeket pontosan tudjuk szétválasztani. És az azért is, mert ugye Donizettinek ez az operája azért egy nagyon jól megírt, jól sikerült alkotás, amiben pontosan az van, hogy nagyon dramaturgiai szempontból nagyon szépen súlyozzák tehát egymást a veretes áriák és a gyors recitatívok. Uh-huh. És ehhez képest ugyanúgy a cselekménybe egyébként ez egy másik érdekessége, tehát hogy behozza, hogy a vérbő komédiázás mellett, és tulajdonképpen Donizettinél jelenik meg először, tehát ugye az opera buffa utolsó termékeként az, ahol a kicsit a dráma, a melankólia, a szomorúság, hiszen a vérbő komédiázás mellett olyan pillanatok is vannak, amikor Norina az idősödő Don Pasquale-t pofon vágja. Ez azért egy férfi önérzetében, talán erről Jáni majd többet tud mesélni, hogy mit jelent, de szerepléből, de hogy ez azért egy kemény történet, meg még egy pár ehhez hasonló, tehát ilyen drámai pillanat is van. És ezeknek a működtetéséhez nagyon fontos szétválasztani ezt a fajta kommunikációt, amiről az előbb beszéltünk. És hát igen, János, pont erre lennék kíváncsi, hogy mindezeket, amiket László is elmondott, hogyan élted meg színészként, és egyáltalán Don Pasquale-nek a szerepe milyen kihívások elé tett téged, főleg így a járvány után benne, vagy ezek a megszorítások közepette, mert hogy tudjuk, nem volt könnyű a színészeknek, hát akkor a magánénekeseknek, az opera énekeseknek, tehát hogy szinten tartani magad. Hogyan is történt ez nálad? Hát megint csak azt tudom mondani, hogy a szerencsés fajta vagyok, mert hogy engem ez nem igazán viselt meg. Persze, tehát a hiány az megvolt, de nem éreztem úgy, hogy valamilyen szinten szakmailag visszavetett volna engem ez a periódus. Kicsit fura volt újra nekiállni a munkának, persze ez az érzés ez megvolt, de nem tett kárt bennem ez a periódus. és hát amit a Laci ugye mondott, hogy igen, tehát Lacival nem az első rodeónk, azért már dolgoztunk együtt,
és hát már ismerem is az elvárásait, de egyébként az ő elvárásai nagyon, nagyon közel állnak az enyémhez, mert én is úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon érdemes úgy dolgozni a színpadon, még hogyha operaének is vagyok, hogy színét megközelítőleg egy színészi kvalitást tudjak felhozni a színpadra, bár ugye ez hiányzik az oktatásunkból, de úgy gondolom, hogy attól még meg lehet közelíteni egészen komolyan ezt a műfajt úgy is, hogy látszódjon az, hogy nem csak kiállunk serénekünk, vagy előadunk valamit, hanem a lelkünket, testünket belevisszük. És úgyhogy így nekem ez nem volt egy nagy trauma Lacival dolgozni. Egészen nyitott kapukat döngötett, hogyha ilyen extra kérései voltak, vagy amikor látta, hogy ködös szemekkel el vagyunk tévedve, tanástalanul nálunk, hogy akkor mit tegyünk itt, vagy bizonyos helyzetekben, akkor tanulgott és segített, vagy volt, amikor vissza kellett, mi fogjuk őt, hogyha túl sokat vár el olyan helyzetekben, amikor csak éppen örülünk, hogy egyáltalán le tudjuk az adott helyzetbe énekelni, ami írva van. Igen, és ez ugye a partnerségen alapuló kapcsolatot és bizalmat feltételezi. Így befejezésképpen arról beszéljetek kérlek, hogy mit tud nyújtani, milyen töbletet tud adni az opera műfaja, és egyáltalán a vígopera, vagy teszem fel a szóban forgó Don Pasquale vígopera című előadás. Tehát, hogy miben másabb, miért érdemes eljönniük a nézőknek, még azoknak is, akik úgy nem igazán érzik magukat otthonosan ebben a műfajban. Hogyan gondolod elsőként János és majd László? Hát én azt tapasztaltam, mint velem is így történt, úgy igazából, hát én nem vidéki gyerekként kerültem Kolozsvárra, és mindig is azt gondoltam, hogy az opera egy ilyen vérkomoly dolog, ami nem biztos, hogy nem voltam meggyőződve arról, hogy szórakozni járnak oda az emberek. és amikor én is legelőször találkoztam konkrétan a Don Pasquale-val, hát nagyon-nagyon-nagyon meglepődtem, hogy hú, te jó ég, hát ilyen jó pofacocokat tudnak csinálni operában, és hogy ez mennyire élvezhető, és mennyire fogyasztható. És hát úgy gondolom, hogy hát nyilván az opera része is abszolút ellazítható, ellazítja az embereket, és élvezeteket nyújt állat, de ez egy tényleg egy kicsit más tud lenni ez a fajta opera játszás. És László végezetül? Hát én első lépőben is azt mondanám általánosságban, hogy az opera, én azt gondolom, hogy az az igazi, az a totális műfaj, ahol tulajdonképpen, tehát ha jól csináljuk, és mi most igyekszünk jól csinálni, akkor igazából az ének tudás, a zene, a mozgás, a látvány és a tehát szöveg, de ebben azért emlak az ének, az együttesen, tehát tulajdonképpen egy totális színházi élményt tud nyújtani. Az, amit mi elfejtettünk mondani, akár a beszélgetésünk elején, hát az egyik bája ennek a történetnek, hogy ezt most jelen esetben magyar nyelven fogjuk előadni. Uh-huh. Úgyhogy, és hát nyilván ez részünkre azért még nagyobb kihívás, hiszen akkor a néző részéről jogos elvárás, hogy értsen mindent. Tehát, hogy nagyon sok esetben, tehát az is volt ugye, mert hogy nagyon sok esetben azért a különböző hangok összekötésekor megtörténik, hogy a dallamra kerül a hangsúly, és nem pedig az artikulációra, ami most ezzel is elég sokat azért hadakoztunk, és azt gondolom, tehát, hogy mind helyzeteiben, mind pedig dikciójában énekében egy érthető előadás, és egy nagyon élvezhető, bájos, vidám, pörgő történet születik. Itt azért gyorsan megragadom az alkalmat, hogy azért az alkotótársakat, illetve a többi fellépő nevét is ott felsoroljam. Egyrészt, tehát Jankó Zsolt a karmesterrel, tehát csodálatos együttműködésben született, és ő is ugyanúgy rengeteget figyelt pontosan a kiejtése az érthetőségre. Az imént láthatott fotókon a csodálatos jelmezeket Ledenyák Andrea készítette, az ő nevéhez kötődik egyébként már sokadik együttműködésünk, és hasonlóan többször dolgozunk már együtt Jakab Melinda koreográfussal. Ugyanakkor ugye az eladásban
Norina szerepében debütál Gebefi Birenáta, csodálatos szoprán, és szerintem nagyon, nagyon szépen alakít. Balla Sándor egyébként marosvásárhelyi baritonunk, ő a Maletesta szerepében, és a hőstenor Ernesto szerepében Bárdon Toni, valamint van a jegyzőnk Mányoki Lacus, és végig igazából több jelenetben megjelenik, fellép a Kozsbán Magyar Opera énekara is. Hát mindez nagyon jól hangzik, és hát most nem kívánok sikereket, mert hogy ezt így nem illik bemutató előtt, de minden jót is szorítunk. Minden jót kívánok, köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen. És köszönjük. Kedves nézőink, kimenő rovatunkkal Csíkszeredába, Nagyváradra és Kolozsvárra látogatunk. Önismereti műhely és előadás, táncelőadás és színház. Ezúttal Nagy Enikő kolléganőm hozza a részleteket. Szép jó napot kívánok, sziasztok! Ma október 6-a van, szerda. Ma van az 1849-ben kivégzett aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap Magyarországon és a magyarok által lakott területeken. A mai naphoz kötődik Thomas Alva Edison neve is, aki ezen az októberi napon mutatta be első mozgóképét. Én Nagy Enikő vagyok, és azért vagyok itt, hogy önökkel ismertessem Erdély különböző kulturális eseményeit. A családi élet velejárója, hogy időnként áldozatot kell hoznunk egymásért, a családért. De hol van az a határ az áldozatvállalás és az áldozattá válás között? Miért baj az önsajnálat, mikor olyan jól esik? Ha a család belekényelmesedett abba, hogy anya egy háztartási alkalmazott, lehet ezen még változtatni? Az Eltűnt nő nyomában előadás és önismereti műhely Csíkszeredában október 16-án. Előadó Borota Gábor pszichológus. Ki ne ismerné Vukkot, a bátor kisrókát, aki az öreg karak pártfogásában tiszta lelkű és éleseszű felnőtté válik. Fekete István örökérvényű történetében a természet és az emberségesség törvényei irányítják a főszereplőket, akik ezúttal Györfi Csaba rendező koreográfus családi táncelőadásában elevenednek meg október 18-án délután 5 órától a Szigligeti Színházban Nagyváradon. Újra a kolozsvári társulattal dolgozik együtt Szilviu Purkereté, akitől a kolozsvári közönség olyan nagy sikerű előadásokat láthatott, mint a Pantagruel sógornője, Giannis Kicsi, Viktor, avagy Gyermekuralom, vagy a Julius Cézár. Most a Macbeth kerül bemutatásra október 13-án szerdán 19 órai kezdettel. Ennyi volt a mai kimenő. Kezdjük lassacskán felkészíteni magunkat a térre, testileg és lelkileg egyaránt. Vigyázzanak egymásra és magukra, és ne felejtsék el támogatni az erdélyi kultúrát a jelenlétükkel. A viszontlátásra! A folytatásban a mindennapok szó szerint égető kérdése a drasztikus gázáremelés. Romániában és a világon máshol is a lakossági gázára hatalmas mértékben növekedik. Szolgáltatóktól függően az új ára tavalyi 4-7-szerese is lehet a következő időszakban. A szakértők szerint ennek alapvetően több oka van. Melyek ezek és mire számíthatunk a következő hónapokban? Kiderül összeállításunkból, illetve néhány praktikus tanács is következik, amely a fogyasztásunk csökkentésében segít. A gázára az utóbbi időben nagy növekedésnek indult. Tavalyhoz képest határozottabban többet kell fizetni érte hazánkban, de ez világszinten így van. Ez egy globális jelenség, ezzel találkozunk, ezzel a jelenséggel már úgy 2005 óta, úgyhogy azóta mind csak növekedik és növekedik a kereslet, és a kínálat mikor tudja, mikor nem tudja ugye ezt teljesíteni. A mostani folyamatnak a gyökere az úgy egy évvel ezelőttről indult. Ugye itt az történt, hogy volt a koronavírus járvány alatt sok mindenki visszafogta a tevékenységét, vagy teljesen leállt. Nagyon kevés kivétellel, ugye, és ez azt eredményezte, hogy akkor nem volt akkora gázmennyiségre szükség, mint az előtt. Itt láthatjuk, hogy az elmúlt 16 évben hogy alakult az elfogyasztott gázmennyiség. Összességében tényleg, tehát azt láthatjuk, hogy egy 2800 brit termikus méter szintről
felugrott 4000-re. Tehát ez a becslés, hogy eddig fog felugrani 4000-re. Na, és ezt az egészet ugye elértük hány év alatt? 16 év alatt. Úgyhogy ez egy nagy növekedés, és ennek az árát úgymond meg kell fizetni. Ez az ár az utóbbi időszakhoz képest jóval nagyobbnak tűnik, de mi okozza az árnövekedését? Egyszerűen csak a gazdaság visszajött az előző év hasonló szintjére, mint láthatjuk ugye itt nálunk is. Itt úgy a háztartási fogyasztásban, mint az ipari, de legfőképpen az ipari fogyasztásban érzékelhető ez. Tehát Romániában azt kell tudni, hogy a kitermelt gázmennyiségnek, vagyis az elfogyasztott gázmennyiségnek, bocsánat, 80%-át az ipari felhasználók viszik el. Ők egy olyan 230 ezer fős tábor, hogy mondjuk így, fogyasztói tábor. A háztartási fogyasztás akkor ugye egy olyan 20 plusz százalék, annak függvényében, hogy az ipar éppen hogy dübörög, ott már 4 millió fogyasztót találunk azon az oldalon. Na és akkor ugye a szabadpiaci árnak mi a meghatározója, a kereslet és a kínálat, tehát van egy magas kereslet, ugye a kínálat az egy kicsit alacsonyabb szinten van, és ennek következtében a gázár meg is növekedett. És ez globálisan mindenhol. A kiadásainkat csökkenteni tudjuk pár jól bevált módszerrel. Ne fűtse túl a lakást, tartsa 20-22 fokon a hőmérsékletet, ez önmagában 30%-os megtakarítás ahhoz képest, mintha 25 fokot állítana be. Éjszakára elég 19-20 fokot beállítani, melegben aludni amúgy sem túl egészséges. Szigetelje az ajtók, ablakok réseit szivacssal, gumival vagy habtalpú szigetelő anyagokkal, ezzel 5-6%-kal kevesebb gáz fog fogyni. A radiátor mögé ilyen hőtükör alumínium fóliát, amely visszaveri a hőt a levegő fele, így nem a hideg falat melegíti. Figyeljen oda a lakás páratartalmára, száraz levegőben ugyanis jobban kell fűteni, mert kisebb a hőérzetünk. Tartsa tisztán a radiátorokat, mert a koszos fűtőtest lassabban és pazarlóbban fűt. Ne hagyja a lakás napközben sem lehűlni 17 fok alá, mert a falakat újra melegíteni sokkal több energiát igényel, mint szinten tartani a hőmérsékletet. Ha viszont hosszabb időre elmegy otthonról, állítsa be 12 fokra. Mi minden történt az elmúlt 24 órában, este 7 órakor a híradóból kiderül, addig is Lovász Ágotát várjuk az ajánlóval. Szervusz Ágota, hallgatunk! Szervusz Izabella! Összegeztük a híradóban a különböző pártok álláspontját a kormány bukását követően, a különböző forgatókönyveket Klaus Johannis kéne közelebb hozza egymáshoz, de az államfő nem sieti el a dolgot, csak jövő héten kerül sor az egyeztetésekre. Megmutatjuk azt is, hogyan emlékeztek meg az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc vértanúiról az erdélyi városokban, de összefoglaltuk a mai nap legfontosabb híreit. 7 órakor kezdünk, számítok figyelmükre. Október 6. Országszerte megemlékeztek ma az 1848-49-es forradalom 13 tábornokának 172 évvel ezelőtti vértanúságáról. A központi megemlékezés Aradon zajlott. Kormányválság. Minden politikai szereplő a saját érdekei szerint kezelné a Kücsú kormány megbuktatása utáni válságot. Eközben az államfő az időt húzza. Járványhelyzet. Nincs több szabad ágy az intenzív terápián, az egészségügyi személyzet pedig kimerült. El fogjuk veszíteni ezt a háborút, ha nem oltatjuk be magunkat, mondta az oltáskampány koordinátora. Mozaikunk végén köszönöm figyelmüket, tartsanak velem és a Mozaikkal holnap este is. Thank you.